Sziasztok! A mai nap ilyen cserepet fogunk készíteni, amivel karácsonyi asztali dekorációt készíthetünk. Most először megmutatom, hogy hogyan lehet elkészíteni ezeket a cserepeket. Természetesen lehet nem csak karácsonyra, hanem egyéb alkalmakra is, vagy csak egyszerűen a virágunknak feldíszíteni. Attól függően kell kezelni, hogy mennyire akarjuk tartósnak, vagy mit rakunk bele. Többfajta módja is van ennek. Veszünk egy natúr cserepet. Amit teljesen portalanítunk. Aztán az első módszer akkor sima falfestőkkel dolgozunk. Hát én ezt most mertem át a pincébe, mert egy nagy vödörbe volt, ezért van bennem erő, hanem célszerű fogom leszedni. Ez nem más, mint egy kis hengernek a szivacsa, vagy pedig kivághattunk rendes szivacsból is ilyen. Meg letuszmákolunk majd. A következő cserepünket pedig hagyományos festékkel fogjuk befesteni. Az pedig nem más, veszünk hozzá egy rendes vízbázisú alapozó festéket. Van egy mini cserepem is. Mivel a akrilfesték a legdrágább, ezért a mini cserepet akrilfestékkel fogjuk kezelni. Azon fogom bemutatni.
Először alapozóval kell, és másodszorra akrilla. Ehhez kisebb szivacsot fogok használni. Van egy ilyen kis helyes, amit én vágtam ki. És akkor a második fázisban pedig a rendes akkaillal fogjuk. Nagyon gyorsan szárad, mivel hogy a cserét, mint mondtam, kiszívja a nedvességet. Figyeljünk oda, hogy itt talán nem maradjon ki semmi. Na most akkor, miután mindent elmosolgattunk szépen, a cserepünk szárad, akkor előkészítjük a szalvétákat, és mindegyikre más mintát fogunk feltenni, azért, hogy lássátok a különbséget. Természetesen tetszőleges mintával díszíthető, kinek mi tetszik, mi van otthon, kéznél. Az elsőt ugyanígy irággal fogja feldíszíteni, bár rakhatnék rá mást is, már egy virág az van. Van egy ilyen maradék szalvéta, lehet, hogy ezt fogom rátenni inkább, mert hogy ugye a virágot kivágtuk, és az lett ide ráragasztva. Ez pedig egy maradék szalvéta, amit ide fogok rárakni.
Én pedig ecset, és víz segítséggel szépen elválasztom. És ennek a legfelső réteget fogjuk kapni. És akkor veszünk ezt a dekopás ragasztót, ami lakk és ragasztó egyben. Persze természetesen használhatunk mást is. Tehát mondjuk a cserepünket, a szalvétel, mint látjátok, nem egyenletes, úgyhogy így fog kijönni a minta. Ami kilóg, azt leszedjük. És akkor jött a ragasztás. Na most, egy ilyen szalvétából kivágjuk azt a csikot, és a tetejét. Ezt a kicsit meg fogom mutatni, hogyan lehet a ragasztóval lekenni. Kisebb ecset segítségével. Ugye, amit látjátok, mi ahogy görbe. Ez így jár, ez így nem fog menni. Tetejét valószínűleg csak oda van. Elég sűrű. Csak a legtetej. Ezzel fogjuk odafogadni a szalvétát.
Milyen sok szállítánkon azt a szőt le is vághatja. Nem annyira szeretem a ricskös, és valamikor megmarad. Hát látszik. Itt van a kereszteződésem. Ecsetés vízsegítségével szegítjük. És akkor a szalvétánkat itt a virágok között. Betépkedjük. És akkor a mintánkat egy kicsit lejjebb viszi. Thank you.
Na most. Kék, zöld keverékéből. Ezekből kikevertem egy hasonló színt. És ezzel fogjuk most egy kicsit a kép körvonalát eldolgozni, vagy ne vágyjon el ennyire a cseréptől. Fehér az angyalka, nem igazán, nincs valami különösebb gondom, szerintem az így önmagában is jó, de befestetjük milyen hasonló színnel, ha akarjuk még itt mellette. Most ezt nem akarom befesteni, szerintem ez így jó önmagában, de lehet, hogy jobban mutatna egy kicsit hasonló színnel.
pedig, ezzel szintén a napvillanás pedig le fogjuk lefogni ezt a cserépünket. Úgyhogy remélhetőleg a só ott marad. Addig elkészítjük a másikat. Kétszer áttakarjuk. Itt át kettőn. Köszönöm. És akkor majd igazítjuk a másikat. A drótos szélre mosni. Azzal könnyebb dolgozni. És akkor megformáljuk egy kicsit. Kivágjuk a közepén. De ezt már akkor szalukészítésnek is megmutattam egyszer.
Ezt a kékbe vettem, személy szerint. Kettővel jó, ez pont jó lesz. És akkor így is kettő hága. Ezt belenyomjuk. Úgy, nagyjából ennyire legyen. Utána fogjuk a gyertyát, mert egy szép boldog gyertyát fogok kötni. Lögyökünk. Aztán fogunk is ennyi fenyőágakat. Amiket kötkeresem, szépen beletűztem. Dojáról tüskéket leszedjük. Ilyen legyen díszítenem. És akkor ezt szépen ide beleszedjük.
Átszerjük a hátulját. Itt a kezünk át. És akkor ide leszünk. Ezt fogjuk használni, ez egy akrilmat aranyszínű festék. Na, azért, hogy a cserepünk ne legyen ennyire sivár, fogunk árakni fehér akrilfestekből, ilyen kis akármiket, mint hogyha a havat utánoznánk vele.
Utána pedig, mivel hogy kék, ezért inkább a fehér gyertyát fogom beleszokni. És most tujágatkal fogjuk díszíteni.
megocsoljuk őket, és azért mindig nagybecsülve tartják, és igazából a növény nem fog potyogni.